Egy régi római történet szerint kis Ján meghiúsult egy hatalmas súlyú emlékoztatás felállítása. Ugyanis amikor emelni kezdték, már majdnem állt, a hatalmas súly alatt a kötelek feszültek és nyúltak. Az egész szőzősen közeledett a szakadáshoz. Ekkor azonban az öreg dzsambai tengerész elkirálódta magát. Vizet a kötelekre. A régi tapasztalat vezette, hogy a megnyújt kötelet a vízzel locsolják, összeúlik. Amint elkezdték locsolni a köteleket, azok összehozottak, és egyéb erőkifejtés nélkül helyre pillentették az obeliszket. A történet magyarázata, ha belemesítjük a száraz kendelkötelet, akkor a rostjainak hajszárcsövei felszívják nedvességet és megduzzadnak. Ezáltal a kötél erősebben megcsavarodik és megörödül. A kötél összehozadásakor fellépő erő igen nagy lehet. Erőmérő szenzor segítségével magunk is meggyőződhetünk erről a jelenségről. Az előttem látható kísérlet összeállításnál ezt a jelenséget kívánjuk modellezni. Két bunzalálvány közé feszítettem ki egy kendelkötelet, amelynek az egyik vége az erőmérő szenzorhoz csatlakozik. Az erőmérő szenzor mérésadat gyűjtőn keresztül a számítógép USB portján keresztül jutatja el az adatokat a mérésadat gyűjtő szoftverhez. Első lépésben állítsuk be a mérésadat gyűjtő szoftvert a mérés paramétereinek megfelelően. Az erőmérő szenzor 50 newtonos mérés határa állítottam rá, ezt követően a mintavételezés gyakoriságát kell kiválasztani, ez legyen 25 minta per másodperc, a következő lépésben pedig a mérés időtartamát kell meghatározni, ez 6 perc 40 másodperc legyen. Amarán vége van a mérésnek, akkor a stop gombbal is megállíthatjuk. A mérést a rágyógó gomb segítségével indíthatjuk el, és kezdjük nedvesíteni a köteleket. Valamilyen szinten már feszes a kötél, de figyeljük meg, mi történik akkor, ha benedvesítem a kötelet. Lehet látni, hogy a grafikonon elkezdett az erőhatás értéke növekedni, szemmel látható módon igen intenzíven növekszik az erőhatásnak a mértéke. További vízzel locsolgatva a kender rostjai a hajszárcsövesség segítségével felszívják a vizet, és megdagadnak, megcsavarodnak, és az erőmérő még mindig egyre nagyobb erőt mutat. Jó, hát körülbelül úgy látszik, hogy kezd megállapodni a folyamat. Leolvasva az értéket 12,8 newton, ez az erőhatás egy körülbelül 1 kg tömegű testnek a súlyával egyezik meg, tehát nagyobb, mint egy 1 kg tömegű testet akasztottam volna ide a kötél végére, ami pluszban jelentkezik az erőhatásként, azáltal, hogy a kötelet meglocsoltam. Úgy látszik, igaza volt a dzsambai tengerésznek, tényleg, ha benedvesítjük a kötelet, akkor